18 év után először szervezett és közvetített választási vitát a köztévé, amit számos kritika ért az elmúlt órákban. A vita tanulságairól, győzteseiről és veszteseiről Horn Gáborral és Szerető Szabolcssal beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét. A vitáról vitatkozunk, vagy beszélgetünk, vagy nem is tudom. A vitáról rengeteget vitatkoztunk úgyis az elmúlt időszakban, szerintem mindenki, akit a közélet érdekel. Tegnap megvolt. Az a vita, az a bizonyos közmédiás vita. Vita volt? Hát egy kicsit se volt vita, és hát ugye így is lett kitalálva, hogy ne legyen vita. Én végig szenvedtem ezt a dolgot, komoly. Magam elé ültettem a 15 éves kamaszfiamat, aki egyébként érdeklődik. Melyik ötök adta fel hamarabb? Ő fölállt nagyon hamar. Én ott kellett, hogy maradjak, mert ez a dolgom, ez a foglalkozásom, de hát végtelen unalmas volt az egész. Tehát pont ami ebben izgalmas, hogy reflektálnak egymásra, hogy kiderül, hogy az összecsapásokból kijön ki jobban. Tehát amitől egy ilyen vitából egy kicsit többet tudunk meg az érintettekről, ebben a helyzetben senki nem. Mindenki elmondta azt, amit tudtunk róla, aki egy kicsit is figyeli, nyilván mindenki a sajátját figyeli, de a másokat, de legalább láttuk az arcokat. Mondjuk ennyi új jelen van, hogy aki a magyar televízió ezeket az arcokat Dajcson kívül senki nem láthatta, meg talán még a mi hazánkos Torockain kívül, most akkor meg lehetett őket nézni. Hát valójában annyi értelme ezen kívül is volt, hogy el tudtak hangozni gondolatok arról, hogy hogy lehetne másképp, amit szintén nem nagyon lehet hallani a közmédiában, hogy vannak olyan pártok, amik azt gondolják, hogy ne így. És akkor ezért, meg ezért, meg ezért nem jó. Ez azért elhangzott. Igen, ugye az alapkérdés azért, hogy visszatérnék egy pillanatra, hogy ez annyiban volt vita, amennyiben a közmédia közmédia. Tehát szerintem ez a díszlet demokrácia Magyarország, ez szerintem ennek tökéletesen megfelelt. Tehát eljátszottuk azt, hogy most itt vitatkozunk, vagy eljátszották a pártok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy értékelni azért lehet, és az egyes politikusok teljesítményét is lehet értékelni, mert ha vitaszituáció nem is alakult, mert nem is alakulhatott valójában ki, hiszen képzeljük csak el, hogyha valamelyik politikus elkezdett volna másokra reagálni, gyakorlatilag a rendelkezésére álló idő, ha csak két megjegyzésre reagál, már is elmegy az ideje fele. Tehát, hogy nem tudja a saját mondani valóját elmondani. De az biztos, hogy ennek a vitának szerintem, talán megelőzve egy kérdést, nem volt nyertese. Tehát nem mondanám azt, hogy valaki ebből kimagaslott ebből a mezőnyből. Viszont én azt gondolom, ellentétben ugye a kormány médiának az állításával, hogyha volt vesztese, akkor az inkább Dajcs Tamás volt. De azt sem úgy érzem, hogy ez egy hatalmas nagy olyan vereség, ami a Fidesz támogatottságát megroppantja, vagy ilyesmi. Csak azt mondom, hogy a Fidesz egy kicsit másra számíthatott. A Fidesz, ugye emlékszem, hogy pár nappal ezelőtt Orbán Viktor egy ilyen vidéki fórumán, ami valaki azt lefilmezte, ott arról beszélt, hogy ugye ez egész Magyar Péter jelenség, talán nem is mondta ki a nevét, itt a bal oldalon van mozgolódás, és minden pofon jó helyre megy, mert az ellenzék itt egymással veszekszik. Most ebben a vitában az ellenzék olyan nagyon nem veszekedett egymással, voltak szurkapiszkák, de na, itt minden pofon tulajdonképpen egy helyre ment, de Dajcs Tamás kapta meg ezeket, és miután ezekre nem tudott reagálni, mert elmondta a saját szövegét, ezért azért egy csomó olyan kérdés felvetődött, amit azok a közmédia nézők még problémaként sem hallhattak eddig, most mégis eljutott hozzájuk, és ezeket Dajcs Tamás ugye nem cáfolt. Én megnéztem ma délután, hogy kinél hogy csapódik le a Facebookon az, hogy ő szerepelt tegnap a közmédiában, és én jelentem 11 győztessel találkoztam. Tehát a saját buborékjában itt mindenki győztes. Magyar Péternél néhányan megjegyezték, hogy lehetett volna keményebb. Erről majd még beszéljünk, érdemes lesz. Dobrev Kláránál megjegyezték, hogy lehetett volna keményebb Dajcs Tamással. Mert hogy többször oda kellett volna szúrni. De alapvetően mindenki azt mondta, hogy igen, így kell. Igen, egy kicsit beleszürkült a társaság a Királyi TV által adott keretekbe. Tehát én arra számítottam, megmondom őszintén, hogy kilépnek ebből. De még tulajdonképpen a Bruti nevű humorista se lépett olyan nagyon ki a keretekből, mert mondjuk ha azt csinálta volna, amikor nagyon szellemes volt az elején, hogy akkor nézzük meg itt is a kameráknak esetleg a gyártási számát, de ha oda ment volna és megnézte volna, akkor kilép a keretekből, tehát hogy mindenki benne maradt. Többen ígérték, hogy nem fogadjuk azt a keresztmetszetet, így van, és szerintem jót tett volna saját maguknak, hogyha fölrúgják a kereteket, csak mindenki biztonsági játékra játszott, senki nem volt vesztese ennek a tegnapi történetek. Szerintem a Dajcs sem, mert a Dajcs is fölmondta azt a leckét, amit az övéi elvárnak, tehát egy fideszes szavazó megnézte ezt, azt mondta, hát itt van, tessék, ami baloldal, Soros és mi itt vannak ezek a borzasztó baloldaliak, és akkor ehhez képest itt van, ami Dajcs Tominka, aki megmondta a tutit. Tehát azt gondolom, hogy
mindenki, senki nem akart kockáztatni, és szerintem, és még ez a kutyapárti humorista sem kockáztatott eleget a múltkor, talán emlékeznek a nézők, amikor a feleségével megbeszélte a vasárnapi ebédet egy ilyen... Jó, de az egy könnyebb stand-up helyzet így van, volt így van, számára. Hát nyilván ez egy sokkal nehezebb helyzet, de akkor kiszállt ebből a buliból. Most mindenki megfelelt ennek a bulinak, és szerintem ettől, egyrészt ettől volt unalmas, másrészt ettől nem tudott senki kitűnni, mert ha valaki fölrúgta volna a szabályokat, akkor kimászott volna ebből. Kutyák, ha jó, hogy mondod, mert hogy azért egy mondatot az is megér, hogy róluk most az a rossz kép kezdett kialakulni, hogy elkezdték magukat nagyon komolyan venni, és már ők sem olyanok, mint régen, olyanok kezdenek lenni, mint az összes többi párt. Ebből a szempontból Bruti jelenléte, az kifejezetten üdítő volt, és nyilván a régi kutyaszavazók megnyugodtak, hogy azért az a fajta attitűd, amiért ők szerették, az megvan. Tehát ez megint az, amit mondtok egyébként, hogy mindenki megfelelt annak a képnek, amit úgy gondolja, hogy várnak tőle. Igen, igen, ez rájuk is nyilvánvalóan igaz, és ebből mondom, viszont az is igaz, hogy itt olyan pozitív elmozdulás sem volt senkinél, hiszen vagy a legtöbb szereplőnél bizonyosan nem volt az, hiszen azzal meg se próbálkozott senki, hogy máshonnan próbáljon meg elvinni. Még egyszer mondom, hogy ennyiben én azért föntartom azt az állításomat, hogy Dajs Tamás nem jött jól ki ebből a vitából. Magyar Péter sem próbálta meg? Igazából szerintem nem. Másképp viselkedett, mint amit vártak tőle, és az valamit jelenthet. Igen, csak én azt gondolom, hogy ő azt mérlegelte, hogy ezt helyesen tette, vagy nem, ezt nem tudom én így megítélni, hogy ha ő, mondjuk ő borít ezen a vitán, akkor az a kép, amit a kormány sajtó rendkívül erőteljesen sugal, és áraszt róla, hogy ez a, hát nem tudom én, hát mondjuk pszichopata egyéb, tehát ilyen nagyon durva jelzőkkel ítélik, a személyiségét támadják, akkor ezt végül is... Pszichopati, igen. Ezt ő igazolja, és ezt ő nem akart igazolni, tehát ilyen szempontból ő komolynak is akart látszani. Ugyanakkor azzal, hogy ő keretezte ezt a rendezvényt, hogy ott egy tüntetésről ment be, majd oda ment ki, azzal azért szerintem egy kicsit pluszt is hozzá tudott ehhez tenni, de az biztos, hogy az nem állítható, hogy ő ott valami kimagasló és váratlan dolgot tett, de igazából senki sem tett, illetve egy váratlan azért volt szerintem a végén a Donát Annának, amikor az egyik műsorvezetőt, aki a Novák Katalinnak volt a nem tudom, sajtósa, vagy ki megkérdezte, mert ezzel azért pontosan jelezte ezt az egész helyzetnek a visszásságát, hogy a közmédia, azért tudjuk, hogy mi ez a közmédia. A magyarnak volt a legnagyobb vesztenivalója, tehát nem véletlen az, hogy ő nem megy vitákra, mert neki a sármja az ismeretlenségében van. És minden olyan helyzet, amikor minél több kiderül róla, a számára most június 9-ig komoly kockázat. És ez nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz derül ki, hanem őneki a legkomolyabb háttere most az, hogy azért tudnak nagyon sokan reménykedni benne, mert bármit bele lehet gondolni Magyar Péterbe. Lehet ilyen is, olyan is, amolyan is. Minél többet megtudunk róla, mondjuk egy vitaszituációban elveszti a türelmét, beleszól, másképp viselkedik, az mind kockázat. Talán a magyar volt bizonyos értelemben, abban azért a legunalmasabb, hogy ő pontosan ugyanazt mondta, amit szoktunk hallani ezeken a tüntetéseken. Persze nagyon fegyelmezett. Az M1 nézőinek nem mindegyik tudja ez ezt. Igaz, csak az M1 nézői nem fognak ettől átszavazni Magyar Péterre. Tehát ez az alkalom erre, ha lett volna egy valódi vita, amit ő megnyer, tehát ahogy például Megyesi Péter mindenki meglepetésére megnyerte 2002-ben a vitát, az segített volna. Tehát ez nem egy valódi vita, nem lehetett nyerni. Azt kellett elérni, hogy ne lehessen veszíteni, de abban teljesen igazad van, hogy abban az értelemben persze a magyar nyert ezzel, hogy mind előtte, mind utána föl tudott sorakoztatni egy komoly tömeget. Amit én nem nagyon értek egyébként, az érdekes számomra legalábbis, hogy miért mondta le a két rendezvényét, ami... Hát a mait azért mondta le, mert gyakorlatilag a Margit-szigeti Nagyrét használhatatlan lett a felhőszakadás után. Hát, és akkor holnapra használható. Hát azért ez egy nap, egy réten azért az sokat jelent. Ez egyébként egy logikus dolog, én akkora felülszakadás volt, aki nem Budapesten lakik, az nem tudja, én épp autóban ültem, és meg kellett állni, állt az egész forgalom, olyan felülszakadás volt. Szerintem Magyar Péternek egyébként itt, ha volt ilyen, hogy feladat, annyira ezt ő tudja, hogy milyen célokat tűzött ki maga elé ebben a vitában, akkor az volt, hogy senkit ne, semmilyen potenciális támogatót ne riaszton el magától. Ezért nyilván olyan megosztó kijelentéseket nem is igyekezett tenni, és az is látszik rajta, hogy most így kiforgassam az ő jelmondatait, tehát ő nem vitáról vitáról halad most, nem úgy építkezik, hanem megvan ez a terve, és igazából csak ebbe beiktatta most ezt a vitát, de ahogy mondta, folytatja ezt, hogy ő személyesen találkozik a választókkal. A végére a kutatásról beszéljünk, amit a Medián hozott nyilvánosságra, kevés időnk marad, de ne hagyjuk szó nélkül, 6%-on méri a DK-MSZP párbeszéd 3-ast. Ugye ez a 3-as, hogyha 2026-ot írnánk most, akkor 15%-os támogatottságra lenne károsztatva attól, mert együtt indul, most 6%-on áll, és mondjuk
három héttel ezelőtt még 20% fölött mérték őket. Mi történik? Hát én azért megvárnám most már ezt a néhány napot, hogy ténylegesen mi a helyzet. Nagyon... Hát nektek is jön még kikutatásatok a Republikonnak. De nagyon elképesztő kavalkád van az emberek fejében, és egyik pillanatra a másikra változik, és hogy mikor készül ez a pillanatkép, az mindig el szoktuk mondani, hogy ezek csak abban az értelemben érdekesek, hogy a tendenciák mit mutatnak. Az látszik, hogy a DK-MSZP párbeszédnek csökken a támogatottsága. Ennek a mértéke, hogy hol áll meg, hol van az a pont, szerintem most nem... el tudjátok képzelni, hogy 5%-kal esik? Én ezt kizártam. Nagyon nehezen. Ha ez bekövetkezik, akkor valószínűleg ez lenne ennek a választásnak a legnagyobb meglepetése. Az viszont most már lassan talán megkockáztatható, de azt mondom, hogy tényként, nyilván mindent június 9-e után lehet tényként kijelenteni, de hogy azért azt a mérkőzést most, hogy az ellenzék vezető ereje, azt azért nagyon úgy tűnik, hogy ezt most el fogja veszíteni ezen a választáson, vagy már elvesztette, de ez, tehát ahhoz valami hatalmas fordulat kellene, és ebben a potenciált nem láttam ebben a vitában sem, és más területen. Izgalmas programjaink lesznek, ugye holnap után vita itt az ATV-n, este 8 után lesz mit nézni, és aztán 9-én remélem velünk töltik az estét, és hát izgatottan várjuk majd, hogy mi történik, mert ilyen feszült végeredményt várni nagyon rég volt alkalmunk szerintem. Hát ez így van. Holnap egyébként nem 8-kor, 7-kor lesz ráadásul a vita. Ne rontsák el, ha már én elrontottam. Jó, meccset meg lehet megnézni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönjük szépen.